akarják, hogy nem vagyok szolgálatban! Sziasztok, Zagloba vagyok, ez pedig itt nem más, mint a Medieval 2 Third Age Divide and Conquer 4.5 verziójának egy újabb frakció bemutatója. Ezúttal még maradjunk az embereknél. Pontosabban, hogyha az embereken belül nézzük, akkor Aragorn frakcióját fogjuk kivesézni. Úgy láttam, hogy nálam sokkal jobb szakértők vannak ebben a Gyűrűk Ura ügyben, úgyhogy én nem mennék bele abba, hogy megpróbáljak ilyen homályos következtetéseket levonni, hogy pontosan kik voltak ezek a Dunadánok, meg mit csináltak, meg annyit tudunk ugye a visszaemlékezéseimből, vagy hát én annyit tudok, meg amit a filmekben láttam, hogy akkor ugye Aragorn végül is a gondori trón örököse, ennyi a lényeg. Az, hogy Aragornnak miért adtak külön frakciót, én nem firtatnám. Ugye én ezeket a játékokat abszolút úgy játszom, hogy igazából nem is nagyon merülök bele ebbe a fantasy világba, mert annyi fantasy világ van, és nekem még mindig van egy olyan fantasy világ, ami már nagyon kezd kikopni a köztudatból. Hát a magyar szerepjátékos világban azért erősen jelen van ez a fantasy világ, de mivel még mindig annak a vonzásában élek, vagy hát inkább annak a világnak a dolgai foglalkoztatnak, így nem akarok belemélyülni egy másik világba, hogy elkezdjem felszedni azt a lort, ami szerintem itt is van legalább olyan szinten, mint egy közepes szinten van kidolgozottságban. Jó, nézzük meg, hogy hogy kezd Aragorn frakciója kampányban. Továbbra is zseniálisak a loading screenek, tehát a betöltőképernyők. Most sikerült megoldanom azt, hogy kinyerjem a játékból az összes betöltőképernyőt, vagy a modból. Úgyhogy azokat fogom berakni ugye Indescape-nek. Hát, hogy Aragornhoz mit fogok berakni, azt nem tudom. Majd meglátom. Jó, eléggé szerzői jogdíjasak ezek a Gyűrűk Ura videók. Úgyhogy ha tapasztalnátok olyat, hogy esetleg nem hallanátok, amit beszélek egy bizonyos ideig, az azért van, mert ki kell vennem a zenét a hangsávból. Most a legutóbbi videómban úgy próbáltam meg ezt megoldani, hogy a YouTube stúdiónak van egy ilyen béta szolgáltatása, hogy kiveszi a szerzői jogdíjas hangsávokat, de szerintem még nem működik jól, úgyhogy elképzelhető, hogy az alatti szövegrészeket is összekutyulja. Hogyha valakinek van tapasztalata ezzel, az majd úgyis megírja. Jó, hogy kezdjük? Hát elég érdekesen kezdjük ezzel a frakcióval. 2 darab tartományunk van. Vagy területünk. Úgy látom, hogy itt azért eléggé mennek a háborús üzenetek, a hadüzenetek. Itt kapásból van egy erődünk. Nagyon-nagyon messze a városainktól, de hogy és az szerintem nem is a mi területünkön van. Szóval ez biztos megint valami történeti szál miatt került ide be. Egy nem tudom milyen karakter, Hírvegil nevezetű, elég jó képességekkel rendelkező vezérünk tartja parancsnoksága alatt. És van benne 2 Dunadán harcos, meg 2 Dunadán talpas ebben az erődben, és ott állomásoznak. Aztán van itt egy üres erődünk, ez gondolom szintén valami elég szépen kidolgozott, vagy hát a szépen kidolgozott modellezéséből kifolyólag gondolom én, hogy megint valami történetileg fontos hely lehet ez az erőd, ami majd esetleg befolyásolhatja is a korai kampányunkat. Egyébként minden frakció leírásában, ha megnézitek az indításnál, tehát a frakció választó képernyőn, akkor ott található egy korai kampány leírás, hogy mire számíthatunk a korai kampányban, illetve ellát minket azért hasznos tanácsokkal a mód a játék előtt, hogy mire figyeljünk oda a korai kampányokban, aztán úgy is kiderül, hogy mi lesz belőle, mert Aragornnal azért nem kis feladatot kapunk, ha belegondoltok. Majd ezt meg fogjátok látni a tetszőleges csatában is, hogy Aragorn szinte, nem akarok hülyeséget mondani, de szinte az összes emberi frakció egységét eléri a későbbiekben. Vagy zsoldos, vagy történetszál, vagy script formájában, mondjuk az ugyanaz. De 400 kör alatt kell, hogyha győzni akarunk, akkor 400 kör alatt kell ezeket végrehajtani. Azért az nem kevés. Tehát ezeket elfoglalni mind, azért az kemény. Angmart legyőzni, Mordort legyőzni, Vasudvardot legyőzni, Vasudvardot az uralmunk alatt is tartani. Úgyhogy ez nem kis feladat Aragornnal szerintem. Eleve persze jó annak, aki ismeri mondjuk a középföldét. Tehát tudja, hogy mondjuk bizonyos városok pontosan hol vannak, mert én nagyjából csak azt tudom, hogy itt van valahol Vasudvar. Hát Mordort mondjuk azt nem nehéz megtalálni. De hogy mondjuk az a Dum, vagy mi a tököm az hol lesz, az a számomra kérdés, de hát majd amikor játszok kiderül. Most még eléggé filozofálok azon, hogy melyik frakcióval kezdjem a játékot, mert nagyon tetszik ez a Horda frakció, akiket a múltkori videómban bemutattam. Ezúton is köszönöm a mélyen szántó leírást egyébként a frakció történetét illetően. Rendkívül hasznos volt számomra is elolvasni, hogy tulajdonképpen mi is az előzménye ennek a fekete Numenorinak nevezett népség kapcsán. Úgy láthatjátok, hogy Aragorn is teljesen el van látva, eléggé fel vannak húzva a képességei. Még megkapta ugye Legolast is, aki gondolom még játékos karakterként, vagy hát ilyen hadvezérként is benn lesz. Ott a saját frakciójában. Aztán ugye megkaptuk Elendil-mirt, ez nem tudom mi akar lenni. Ez ugye az a, mit tudom én, micsoda medálja, ami benn van a filmben is. Ez kapja ugye attól az Tünde hercegnőtől, vagy királynő, vagy mit tudom is én. A Narsil ugye az a kard, amiből újra kovácsolják majd vagy hát aminek a darabjait újra kovácsolva kapják meg. Melyik kardot? Valaki majd beírja, mert elfelejtettem. Aztán, mi van még, ami fontos? Nem igazán felhúzott területekkel indulunk. Ez, ha jól látom, ez az alap, ez a Róm 1-nek az egység, vagy épületkártyája itt. Érdekes, de amúgy ezek jók. Csak ugye, hogyha megnézitek, elég kevés egységet tudunk képezni az elején. Hunter, Ranger, Wardens, Scout. És akkor itt lesz majd Raiders, vagy ez szerintem elírás. Bodyguards. Érdekes módon ez is íjász egység. Illetve Cardolan Sentinels. Most majd az egység bemutatóval másképp fogok eljárni, mert nem fogok bemutatni minden egységet, csak az early-t. Rájöttem arra, hogy a mod úgy működik, hogy van az early, meg az all az egységtípusok között, és az early igazából azt számít itt a frakció bemutatóknál szerintem elsődlegesen, mert úgyis csak az első kört mutatom be, meg az alapfelállást, és akkor azokhoz mindig az early egységeket fogom bemutatni ezentúl, és majd később esetleg visszatérünk a további egységekre, hogyha lesz rá igény, vagy én eljutok odáig, hogy bemutassam őket. Na most itt úgy látom, hogy számozott egységeket is kapunk. Ezt nem tudom, hogy ez régóta benne van-e ebben a modban, vagy hát... Mert például ezeket meg... Ja, ez két különböző, bocsánat. Jó. Na, tehát most akkor el lehet dönteni, hogy itt... mi a kezdő löket, úgymond, mert eleve Moria goblinjaival, Angmar boszorkányurával hadban állunk. Szövetségesünk Brieföld és a High Elves. Ezzel mindig gondba vagyok, mert a High Elves azok a nemes tündék. Mert én ugye egy teljesen más világra gondolok ilyenkor, és ott egy kicsit másképp van, meg ott ugye elfeknek hívják őket, és nem tündéknek. Úgyhogy nem tudom eldönteni sokszor, hogy mi a High Elf, de szerintem az a nemes tünde akar lenni. Vagy itt nem is tudom, hogy Gyűrűk Urában erre van-e külön kifejezés. Ami érdekes még, hogy azért itt vannak őrtornyaink, hogy lássuk itt a Briefföldnek a szomszédos erődítményeit. Itt ez nem tudom mi akar lenni, majd úgyis kiderül. És akkor még itt van egy seregünk. Rajtaütés pozícióban. Halbarad of the North. Aki fel tud venni egy bandit egységet zsoldosként. Van neki egy acélíja, hát ugye ezt gondolom ilyen acélfából vagy nem tudom miből készülhet. Egy Arnorian láncinge. Lehet, hogy az inkább sodronyink, de teljesen mindegy, láncingnek is jó lesz. És ez egy elég jó kis vezér. Ugye a Dunadánok között nem sok ilyen gonosz karakter lehetett, vagy hát értsétek jól. Tehát a Medieval 2 felépítése szerint, tehát azért mindenki eléggé nagy hűséggel van felruházva, ahogy elnéztem. Nincsen alacsony hűségű vezérünk az elején. Én kapásból, amikor legelőször betöltöttem ezt a frakciót, én azt hittem, hogy ő Aragorn, és akkor láttam, hogy hát nem is az a neve. Jó, tehát így indulunk. Na, pörgessük azt a kört, lépések nélkül, hogy meglássuk, hogy esetleg az első körben van-e már valami esemény esetleg. Nem biztos. Itt elég sok frakciónál úgy tűnhet, hogy beakad a játék, itt ne ijedjetek meg, a nagy frakciók, meg az ilyen scriptelt frakcióknál elég sűrűn fogjátok tapasztalni, illetve én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy azért a Medieval 2 modokban azért 2-3 körönként mentsetek, mert hajlamosak fagyni, akármelyik modról beszélünk, a magyar mod is, ugye ott külön le is írják például, hogy mentsetek körönként, menjetek biztosra, tehát hogyha még nem is töltötök vissza sűrűn mondjuk állásokat, akkor is mentsetek, tehát ez a lényeg. Na most nekünk nincsen ügynökünk, úgyhogy ezt a települést adja ki elsőnek, hogy foglaljuk el, amiben 5-ös darab egység állomásozik, tehát itt is megvan az a lehetőség, hogy kapásból tudunk terjeszkedni, viszont hogyha megnézitek, ennél a frakciónál nincs meg a szokásos Total War indulás, tehát nem kell kapásból ütközetbe bocsátkoznunk. Habár azért itt már meg is jelent egy Remnants of Art ilyen nevű frakció, egy lázadó frakciónak a serege, aki gondolom majd itt fog garázdálkodni, viszont én nem hiszem, hogy nekünk most ki kéne ütnünk rájuk. Legalábbis ebben a kampányban biztos, hogy nem, de ugye, hogy a kereskedelmi útvonalainkat, meg a területeinket majd ne rombolja ez a sereg, ezért mindenhogyan ki kell mozdulnunk majd rájuk. Egyelőre a terepviszonyok miatt sem érdemes nagyon kimozdulni, annyi, hogy esetleg szerintem ebbe az erődbe átteszünk egy egységet, és akkor ez ingyenes lesz, tehát így tudjuk javítani a bevételeinket, ezt az erődöt felhasználva, illetve nagyon jó stratégiai pozícióban van ez az erőd, egy közlekedési csomópont, illetve egy határ mellett, illetve ugye egy hegység lábánál egy erdő közepén terül el, egy nagyobb erdőség közepén, ami szerintem stratégiailag nagyon fontos szereppel ruházza fel ezt az erődöt, úgyhogy ez teljesen rendben van. Itt kell eldönteni, hogy mik lesznek az első lépések. Ez tipikusan az a frakció, aki nem ismeri mondjuk vagy nem játszott még soha ezzel a számmoddal, Ami hozzá, még egyszer hozzáteszem, ez egy elég erős szabmód, tehát azért bőven hozzátesz az alap Third Age-hez. Olyan 6 giga körül van, azt hiszem, a mod mérete, de lehet, hogy tömörítve. Most ezt már nem emlékszem, úgyhogy nem akarok még egy valótlanságot állítani. Nagyon érdekes frakció lesz az az Aragorn féle, és ott tényleg az, hogy 400 kör alatt mit tudunk elérni innen Középfölde, hát nem mondom, hogy szívéből, de erről a kies területről mit lehet elérni, tényleg azt, hogy Mordort legyőzzük, arra nagyon kíváncsi leszek. Főleg a script miatt. Meg hát ugye a nehézségi szint állítással, ugye a diplomáciai módosítók, meg a csata módosítók miatt, hogy ott az mennyire skálázódik el, mennyire tolja ki esetleg a terjeszkedést. Szerintem a 200. körre bőven el lehet jutni egy olyan szintre, hogy már itt elég erősen támogassuk Rohan és Gondor harcait. Meg tényleg a scriptet kéne ismernem. Aki jobban ismeri a scriptet, az már biztos röhög, hogy miket beszél ez a hülye. De nem baj, majd meg fogom ismerni. Eljön az idő, amikor ezzel többet fogok játszani, ezzel a moddal. Ugye most elég sok más dolgom is van közben megjelentek más játékokban is új patchek. Jön a Panzer Corps 2, meg az új DLC-je, amit még ingyen fogok megkapni. Úgyhogy ez miatt még nem nagyon van időm játszani a moddal, de ami késik, nem múlik. Jó. Akkor nézzük meg Aragorn egységeit. Aragorn egységeit megpróbáltam most előre beállítani, mert nem volt nagyon időm. Tehát most nem akarom húzni az időt erre. Remélem, hogy sikerült azt betöltenem, igen. Jó, tehát hogyha itt megnézitek, ezek az early kampányban, tehát a kampány korai szakaszában ezek az elérhető egységei lesznek Aragornnak, és ezeket tudja képezni, illetve egy zsoldos áll a területein, de láttátok, hogy ott már az egyik vezére a banditákat is fel tudta venni. Tehát most csak annyi kitekintést mondok, hogy ha bekapcsoljátok majd itt a Custom Battle-ba az Alt, tehát hogy az összes Aragorn által képezhető, illetve felbérelhető egységet mutatja, akkor egy nagyon hosszú listát fogtok kapni. Azért nem térnék most ki ezen videó keretein belül azokra az egységekre, mert akkor rendkívül hosszú lenne a videó. És ezért inkább úgy döntöttem, hogy ezentúl a frakció videókban megpróbálok csak a korai kampányban elérhető egységekre szorítkozni, mert így egy kicsit átláthatóbb lesz, és majd később esetleg úgyis lesznek videók, meg lehet, hogy live-ok, és ott majd megláthatóak lesznek azok az egységek, amik majd később jönnek be a kampányban. Jó, startoljunk el. Egyelőre megpróbáljuk a szokásos menetrendet követni, tehát valami olyast kéne, hogy a lovasság az megy ide hátra, vagy oldalra, így. Ott látom, van egy elég érdekes lovasság. Elég sok lövedékes egysége lesz Aragornnak, ugye ez ahhoz képest, hogy mi ember frakció, ugye eleve gondolom az emberek miatt, vagy az elfek miatt, tündék miatti barátságából kifolyólag, meg nem tudom, talán van ennek is valami történetszál. Ugye Aragornnak eleve volt íja is, hogyha jól emlékszem. Tehát ő azért íjász képzést is kaphatott, vagy kapott. És tényleg nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe. Jó, szerintem indítsuk el a csatát, és úgy nézzük meg. Mert talán lesz időm, mire az ellenség idejét. Oké, kezdjük itt. Elnézést, hogyha a billentyűzet hangja belehallatszik, de most ez van. Talpasok. Arthedain talpasok. Ez egy rohadt érdekes egység. Könnyű gyalogságnak írja. Én azért ezt egy közepes gyalogságnak már megtartanám, vagy például bestrófolnám a besorolását, mert azért ezzel a buzogánnyal, ezzel az eléggé nagy, vagy közepes méretű pajzsal láncing, vagy sodronying, sisak, ezért ez már egy elég masszív gyalogság. Aztán Tarbad Royal Guard, hát most ez vagy elírás, hogy Tarbad, mert Tabardot akartak szerintem. Ugye ez a ruhadarabot jelöli, amin a címerek vannak, tehát heroldika dolgok, és az egy lándzsás egység. Védelmi pozíciók megtartására ideális. Aztán egy Blade Masters, tehát egy fegyver, vagy kardmester, vagy nem is tudom minek nevezzem. Ez egy médium, érdekes, hogy ez már egy médium. Mondjuk itt több a karvért, az alkarvédő, kicsit masszívabbak a sisakjaik talán, mint ennek a könnyű gyalogságnak. Meg hát gondolom a másfélkezes kardjuk miatt. Talán amiatt írják őket közepes gyalogságnak. Jó, mi van még? Grey Company. Ezek egy sima hosszú karddal felszerelt. Nem, ez is másfélkezes kard. De inkább ez már lovakkard. Tehát nem hiszem, hogy ennek bármi közel ennek a kompániának a lovagokhoz. Elég elitettségnek tűnnek ahhoz képest, hogy milyen a felszerelésük, mert csak 50-en vannak, vagy 47-en. Viszont szerintem támadásban ők kiválóak lehetnek. Őket már láttuk egyébként Gondornál, ugye Numenor fiai, klasszikus lándzsás, nehéz gyalogos egység. Aztán Minas Tirith Guardians, őket is láttuk már, nagy claymorokkal, kétkezes pallosokkal, csatadöntő gyalogság lehet. Dunadán Archman, klasszikus kartforgató, közepes gyalogság. Arthurian Knights, hát ők a lovagok, és őnáluk ott van már ez a kicsit lovakkardra emlékeztető fegyver. Szóval ennyi lenne a gyalogság Aragornnál. Cardolan Sentinels, klasszikus íjászoknak tűnnek. Swern Infantry, ők már egy kicsit masszívabb felszereltséggel rendelkeznek. Ugyanazt tudom, az íjászokra nem igen lehet mit mondani. Na, ez egy tipikus hortyázó íjász egység. Északi Dunadánok. Ja, bocsánat, de hülye vagyok. Erdei íjászok, tehát ilyen erdőjárók. Hirtelen a frakciót olvastam. Helyi íjászok. Dunadan Rangers. Klasszikus frakció szerintem a Dunadánoknál. Itt pedig ezek a Steelbone, akiknek azt az acélíjat írta, és látható is, hogy ilyen acélpántal megerősített íjaik vannak, hogy ők gondolom emiatt nagyobb harcértékekkel rendelkeznek. Hát ott azért adjunk ki egy-két támadási parancsot, nehogy azt mondjátok, hogy érdemben nem avatkozok bele a csatába. Ja nem, így. Oké, és akkor marad a lovasság. Felderítőink, a Dunadán felderítők, klasszikus könnyű lovasság, íjakkal. Meg gondolom valami nagyon könnyű kézi fegyverrel, esetleg kard vagy fokos, vagy esetleg valami kisebb buzogány. Aztán ismét egy portyázó lovasság. A Raiders, inkább ilyen rajtaütőszerű lovas alakulat. Aztán Sworn Horsemans, ez már ugye heavy, de hát igen, mondjuk van benne heavyből is valami, de inkább, ha megnézitek, ugyanaz a felszereltsége majdnem, mint amit a médium, tehát a közepes gyalogság kapott abban a fegyvernemben. Itt, hogyha lóra ülteted ezt a gyalogságot, mondjuk ezzel a kicsit nagyobb pajzsal, akkor ez már ugye heavynek számít. Érdekes. De ez ugyanaz. Arcedian Royal Guard. Szerintem itt nincs mit mondani. Ez eleve egy vezéri egység. Klasszik. Gyönyörűek ezek a lóvértek. Eléggé félelmetessé teszik a lovat. De nem e világi lényi. Jók ezek az egységek. Na nézzünk egy masszív lovasrohamot akkor. Talán még van ellenség. Bár nem nagyon mi. Hát nem maradtak. Túlzottan sokan nem maradtak. Itt még pár troll küzdött, ha jól láttam. Ezek nem is trollok. Nagyon szépek a modellek. Ahhoz képest. Mi ez? Snaga Stalker. Az orkok már megfutottak, vagy a trollok. Jó, hát ez a klasszik mészárlás a végére. Szerintem rendben van. Jó, hát ez lett volna Aragorn frakciójának bemutatója. Minden esetre nagyon érdekes kis frakciónak tűnik ez is. A Third Age-ben nem emlékszem rá, hogy Aragorn ilyen formán benn lett volna, csak nem a Gyűrű Szövetsége kampányban, ami általában kifagyott nekem, úgyhogy semmilyen emlékem, illetve információm nincsen erről, hogy itt mondjuk 20-30 körön belül mik történhetnek egy ilyen ezzel a frakcióval való játékban, úgyhogy meg fogjuk majd valószínű nézni. Esetleg egy stream erejéig majd a későbbiekben. Jó, hát akkor még meglátjuk, hogy milyen emberfrakciók maradtak, és akkor azokkal fogok még jönni. Bár láttam ott érdekességeket, amit nem tudtam eldönteni, hogy emberként tekintsek rájuk, vagy... Mert vannak ilyen kombinált frakciók, meg vannak ugye Van maga ez a Breland, ami gondolom azért emberfrakciónak számít. Aztán valami Dunlinksek, vagy micsodák. Úgyhogy lesznek még érdekes frakciók. Én nem sokára érkezek a következő videóval. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!